Az adventi időszak, Adventus Domini, az Úr eljövetele, a karácsonyi ünnepkör kezdete, a Szent András napjához legközelebb eső vasárnap indul és karácsonyig tart, a hagyomány szerint a karácsonyra való felkészülés időszaka ez. Ekkor világszerte karácsonyi hangulatot idéző, műsoros alkalmakat tartanak, híres nagyvárosi vásárok mellett, mint a bécsi vagy a pesti Vörösmarty-téri vásár, már vidéken, sok helyen falvakban is tartanak helyi léptékű adventi rendezvényeket. Dunabogdányban is évtizedes múltra tekint vissza az adventi vásározás, amely múlt év óta szabadtéri rendezvényként az önkormányzat rendezésében, a helyi termelői kézműves piacot működtető civilek szervezésében valósul meg. A művelődési ház udvarán tartott vásárba karácsonyi profilba illő kézműves vagy termelői áruikkal érkeztek a vásározók. Voltak szőttesek, kosarak, méz, szappan, befőttek, díszek és sok-sok érdekesség. A vásárban egész nap forralt bor, forró csoki és tea várta a közönséget, és remek étkeket is kóstolhattak a látogatók, volt sült kolbász és töltött káposzta is. Itt van, tessék! Itt van, jaj, köszönöm anyukám, majd este kint cipőpasztázom a cipőbe. Oda nézz, édes fiam, mennyien gyűjtek itt össze! Hűha! Csak nem ti is a Mikulás várjátok. Mindannyian? Amíg kinn a vásár tartott, a művelődési házban kísérő programok várták a gyermekeket. Tűzománc foglalkozás, arcfestés mellett műsoros alkalmak is színesítették a programot. Zenés foglalkoztató előadás is volt, valamint fellépett a Fantázia Malom Társulat magyar népmeséket idézve meg a mintegy 70 fős közönségnek. Égtelen haragra gerjedt az ember, mert mit látott, mi történt ott az asztalon a morzsányi puliszkával. Összegyűltek a legyek, döngtek, zsongtak körülötte. Hú! Ti már engem ne szegényítsetek! Oda csapott az ember, s elkerekedett a büszkeségtől a szeme. El is ment rögtön, s minden író tudományát elővéve valamit pingálni kezdett egy táblára. A meséket idéző előadás után a Mikulás is megérkezett a gyermekek örömére. Segítőivel, a Krampusszal és a Manóval szaloncukrot osztottak a gyerekeknek. A gyermekek kis műsort rögtönöztek az illusztris vendégeknek. Krampuszcukor, csokoládé, de jó, de a mérgencső gyereknek nem való. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már! Hát ez nagyon szép. Közben beesteledett. Kinn a vásári forgatagban összegyűlt tömeg nézelődött és vásárolhatott, majd Vörös Ákos tiszteletes református lelkész köszöntőjét hallgathatta meg. A mikrofonon keresztül jó hangosan kínálom most a magam portékáját. Hirdetve, hogy a legdrágább és legfontosabb portéka a bölcs tanács. Aranynál és ezüstnél is értékesebb a bölcsesség. Bibliánk egész könyvet szentel, a példabeszédek könyve által kínálja olvasóinak az igaz mondásoknak egész tárházát. Nos, Péter apostol a pünkösdi lélek kitöltésekor nyert bölcsesség által írta le ezeket a sorokat. Figyelmeztetésül minden idők olvasóinak. Figyeljetek azokra, akik hamis árut, vagy hamis lelkületet, gondolatokat akarnak becsempészni közöttetek. Ettől nem mentes Krisztus népe sem, mondja az apostol. Hirdeti, lesznek majd közöttetek is hamis tanítók. Minden időben fennáll tehát a veszély, hogy a csempész lelkület, azaz a kapzsi, telhetetlen lelkület eluralkodik egy közösségen belül. Az egésznapos vásárt az esti hangulatfényben a pilisvörösvári gitáros énekes Demeter Erik szabadtéri fellépése zárta. I heard it was the secret chord. They would play and please the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor form, the major lift, but the key, composing hallelujah, 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 hallelujah.
Dunabogdányban az adventi időszak a koncertek időszaka. December 11-én vasárnap a Dunabogdányi Koncertfúvós Zenekar a Művelődési Házban, 16-án pénteken a Schwab Zenekar a Katolikus Templomban ad ünnepi koncertet. A helyi könnyű zenét játszó közösség 18-án vasárnap az utóbbi helyszínen, szintén a Katolikus Templomban jelentkezik karácsonyváró zenei műsorral. 23-án pénteken a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület pedig a hagyományos karácsonyi forgatag nevű rendezvényét tartja meg a Művelődési Ház kertjében.